Szia, szavasz, mi az a mindenki ezzel a szép a reggelen délután, nálunk délutánban képzeld el, és pontosan délmúlott 17 perccel. Most meg fogunk ebédelni, itt van Davisnek a nadrágja, látod, és az előbb elment WC-re, és akárszor elmegy WC-re, le kell, hogy vessem, csak lehúzza, ugye úgy normálisan, ahogy te lehúznád, vagy akárki lehúznál, nem leveti az egész gatyáját, néha még az okniát, és úgy megy WC-re. Na mindegy, ugye ezt most visszaadom neki, ugyanis itt fetközött le, elfutott a WC-re, és el fogunk menni, először meg fogunk ebédelni, el fogunk menni, a feleségem elmegy megnézni egy régi barátnőjét, én és a Davis el fogunk menni a bevásárlóba, a Lucas a szüleimnél van, és meg fogunk nézni kamerát fogunk nézni, ugyanis ez a kamera ugye egy jó ideje akarom cserélni, mert nem működik rendesen, sokszor elvesztem a felvételeket, kezd régi lenni, most már körülbelül olyan mennyi, 4 éves? Azt mondja, 4 éves ez a kamera, ugye ez a Sony RX100-as harmadik kiadású. Ugye? Harmadik vagy második? Harmadik. Ja, és mivel, hogyha néztétek a tegnap videót, ugye megyünk nyaralni, legalábbis annyi úgy néz ki, hogy megyünk nyaralni a jövő hónapban, és oda gondoltam, hogy veszek egy új kamerát, ugye, hogy nehogy véletlenül elveszem valami felvétel, meg rendesen működjön, ugye el fogom vinni a GoPro-t is, meg el fogom vinni ezt a kamerát, akkor már lehet, hogy nem, de az újat. A kérdésem hozzátok a következő, ugyanis kettő kamerát néztem, legalábbis hármat, de valószínűleg a kettő közül fog választani, és egyszerűen nem tudok választani. Mutatom nektek, és gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti mit szóltok hozzá, hát ha valakinek van ilyen kamerája, és mit csinálsz? Na szervusz, fogat mosol. Nagyon ügyes vagy, de most fogunk ebédelni, miért még mosol fogat ebéd előtt? De, szépen sikált, körbe-körbe, ugye, egyenes-egyenes, görbe-görbe. Nyalda, fogkáfét körbe-körbe. Na, minden. Hát van valakinek ilyen kamerája, vagy ismeritek, és hát valaki tud nekem segíteni a döntésben. Mutatom, melyik kamerára gondoltam. Az első kamera, ez a Sony Alpha A5000-es, ugye ez az a... mit csinálsz? Ez az a lencsés kamera, ugye a lencsét le lehet venni, de $499 kerül. Azért gondoltam ezt, kimentem a fókuszba. Azért gondoltam ezt, mert úgy néztem, ugye ilyen régebben volt ilyen kamerám, nem ez, még a nagyon legelső változat, ami annak idején kijött, és rettentő szép képeket csinált, nagyon szépek voltak benne a színek, ez nagyon tetszik. Egy dolog nem tetszik benne, hogy nincsen benne stabilizáció, tehát hogyha így megyek, mint ezzel a kamerával, valamennyire ugye egy ugrál meg megy, de abba a kamerába, hogyha jól tudom, nincsen olyan stabilizáció, és lehet, hogy egy kicsit így menne föl meg le, tehát rezegne a felvétel. De nem tudom, tehát nem próbáltam ki, azért gondoltam, hogy megkérdezem tőletek, hogy hát valaki tud róla valamit. Na minden. A másik kamera, ez hasonló kamera, mint a mostani az enyém. Csak ez a HX90-es, látod? Ez is $479 kerül. Ez ilyen kis pici kis kamera, ami belefér a zsebedbe. Tehát akárhova ugye mész, van benne stabilizáció, de a képnek a minősége, jó a képnek a minősége, tehát nem azt mondom, hogy nem jó, de nem annyira jó, mint a másiké, ugye mert abban rendes lencse van, tehát jobb képeket csinál, szebb felvételeket, de nincs benne stabilizáció. Tehát értelek, mit mondok, ez a kettő közül próbálok választani. Amúgy van még ez a kamera, amivel most veszek, ugyanolyan hasonló mutatom. Hasonló, mint ez, csak ez a változata az újja, és nem $500 kerül, hanem $1500, ami szerintem egy kicsit sok érte. Tehát nem tudom, hogy megérné $1500 rákölteni egy olyan kamerára, ami... nem tudom. Szerintem kicsit sok érte. Na minden, hogyha a kettő közül gondoljátok, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla, hát valaki ismeri ezt a két kamerát, hogyha nem, akkor hát ha valamit tudtok nekem ajánlani, hogy melyik kamerát végül is érdemes megnézni, vagy megvásárolni. És én a Sony-nál szeretnék maradni, ugyanis volt Nikonom, Canonom, mindenféle fajta kamerám előtte, és a Sonyval én nagyon meg vagyok elégedve. Na minden, gondoljátok ide videó alá, írjátok meg, csak keresem a gatyát. És amúgy el fogom majd utána menni megnézni a kamerákat. Hol a Davis? Mit csinálsz? Te nyuszi! Bum! Szervusz, itt a gatyád. Na, vegyed fel. Aztán megyünk és ebédelünk. Megmutatom, hogy mit teszünk. Ilyet tesznek, látod? Ilyen csirkés, olyan újat, vagy hogyan mondják? Na, úgyhogy, hogy hol megyünk nyaralni, most már lehet, hogy kitaláltátok, lehet, hogy nem, a videót még nem osztottam meg, tehát nem tudom, hogy mit mondhatok, vagy mit nem, de elárulom nektek, hogy nem máshol megyünk nyaralni, mint Los Angeles-ben megyünk nyaralni, ott fogunk eltölteni 10 napot,
el fogunk menni a Disneylandbe, ott fogunk ellenni 3 napot, el fogunk menni a Legolandbe, ugye a Dave rettentően szereti a Legót, el fogunk menni a Universal Studio-ba, meg nagyon sok helyre, Las Vegas-ba nem megyünk, ugyanis ugye gyerekekkel egyszer voltunk a Lucas-szal még annak idején, és szerintem jobb, hogyha ugye felnőttek mennek inkább csak oda, mert na, minden, van sok dolg gyerekeknek is, de ilyen, na, minden, oda nem megyünk. Úgyhogy Los Angelesbe fogunk menni, lehet, hogy eltaláltátok, lehet, hogy gondoltátok amúgy, és most sok videó fog készülni. Na minden, most nem más csinálok, hogy gyorsan megevédelek, aztán elindulunk, és megnézzük ezeket a kamerákat. Alszik, látod, alszik a Davis. Közben kiraktuk a feleségemet, elment megnézni ezt a barátnőit, ott lesznek egy nem tudom mennyi ideig, való beszélgetnek, mindegy, ami CD-ből most jött fel, és most el lesznek. Úgyhogy mi addig elmegyünk, és úgy volt, hogy elmegyünk és nézzünk játékokat, meg ugye kamerákat. Nem aludt közben a Davis az autóba. Nem aludt délután, ugyanis mostanában nem sokszor alszik ugye délutánonként, de az autóban mindig elalszik. Ugye, nem tudom, hogy felébredtem, vagy várjunk, lehet, hogy egy kicsikét várok, hagyom, aludjon. Addig közben megosztom a videót, a tegnapi videót, amit mi most már láttatok. Na mindegy, látod, ide-oda fókuszált a kamera. Úgyhogy nem akar felébredni, látod, hiába beszélek, hiába csinálok akármit, csak simán végig alussza. Amúgy hoztam a kamerát, ezt a szemüveges kamerát, úgyhogy megpróbálok ezzel filmezni. Azt hiszem, hogy fel van töltve, úgyis utoljára feltöltöttem, remélem, hogy azóta nem merült le az akkumulátor, hogyha mégis, akkor bent nem tudok filmezni kamerákat. De ezzel bekapcsoltam, látod, még mindig működik rendesen, legalábbis a kék ott lámpa világít, nem villog, ami azt jelenti, hogy még van akkumulátor töltés. Várunk egy kicsikét, aztán azt, hogy felébreztem. És nézzünk! Kamerákat, meg játékokat. Na nézd ki, ébredd fel! Mit? Ott az, persze, azt nyomogassuk. Nem nyomogassuk. Oké, presszed. Azt mondta Davis, hogy ne nézzünk játékokat, hanem inkább vezessünk. Akarsz menni játékokat nézni, vagy vezetni? You wanna see toys, or you wanna drive? Drive. Vezetni. Azt mondja, vezetni. Vezetni miért jobb, mint játékokat nézni? Aj te, na minden, lehet, hogy akkor ma nem nézünk a kamerát, bár mit akarsz nyomni? Na, de azt ne nyomogasd, az a kikapcsoló, bekapcsolod, az autó most nem megy. De nem tudom, egy kicsit vezetünk, azt hiszem, olyan unalmas az idő. Amúgy reggel rettentő hideg volt, képzel, nem az, hogy rettentő hideg volt, azért hideg volt, ugye mondtam tegnap, hogy jön a hideg, ide is ért. Ma meg olyan, el kell ez a hosszú felső, meg egy hosszú nadrág, ilyen szépen süt a nap amúgy. 20 mennyi fok? Most nem mondja, hogy 20 mennyi fok, de 20 mennyi? 2 volt talán. Nem az az izzadós, hanem az a hideges. Ugye? Menjünk játékot nézni, meg kamerát. Van a gószi cameras? Mit? Jó, akkor nyomogatni miért aztán megyünk. Közben én azért ezt beüzemelem, és lassan elindulunk. Felébredt a Davis, úgyhogy most bejöttünk ide be vásárlóba. Ugye muszmusz? És megnézzük azt, hogy azt hiszem a játékokat, utána a kamerákat. Vagy először a kamerákat, aztán a játékokat. Nem, először megnézzük a Lego játékokat, aztán utána átmegyünk. Megnézzük a kamerát, és felveszem a feleségemet lassan. Legalábbis reméljük, hogy kibeszélték most már magukat. Davis aludt egy ilyen 40 percet az autóba. Mi muszkosz, kialudtad magad? Már nem megyünk. Oké, először velünk ebbe az autóba, aztán kamerát nézzük, vagyis a kamera volt ott van bent hátul. A játékban volt meg az emeleten. Na, mennyi. Meg vagy? Most pedig kamera nézőbe megyünk. Ugye, reméljük, hogy lesz az a kettő kamera, amit akartunk nézni. És ki lesz rakva. Nézd, mi lesz szép ez az autó, mi? Mi ez, Aston Martin? Ja, na, majd egyszer nyílünk a lottón, leszünk egy ilyet. De most megyünk kamerát nézni. Na, menjünk be hátulra. Mit szólsz hozzá? Ott lesznek a kamerák. Hol van a Sony? Na, itt az egyik, ez a, amit néztünk, ez a 90-es. A X90-es. Ugyanaz, mint az enyém, nem? Csak egy kicsit másabb meg a minősége, az enyém az azt hiszem, hogy ilyen magnéziumos, ez meg műanyagos. Amúgy elég könnyű, lehet nincs van az akkumulátor.
aztán hol a másik? Itt az enyém, látod? A jelenlegi kamerám. Ez nehezebb. $850. Végül is nagyon hasonló kettő. Csak a minősége, videónak a minősége nem annyira jó, mint a másiké, de az ára se az. Na mindegy, menjünk. Ezek autós kamerák. Ott vannak a videókamerák. Látunk a túloldalra? Kamerákat kinézegettük, nem találtuk meg sehol a másikat. Úgyhogy most elmegyünk és mit nézünk? Megnézzük a filmeket, DVD-ket, számítógépeket. Ezt legyünk játékot nézni, jó? Rendben van? Hú, nézd milyen sok szép tévé. Oda néz! Na, menjünk. Na, hol vannak azok a legók? Nézd, itt van. Jaj, te! Ja, ott a Spider-Man. Aztán ki van még ott a Batman. A többi, azek nem tudom, az senki. Jaj, aztán ott van még több, látod? Megnézzük őket? Ez még van neked? Nem? Na, megjöttünk a biciklikhez. Azokat nem lehet kihagyni. Miért ezt nézzük? Ez túl pici neked. Látod? Neked az a kék való most már. Látod, nem is férsz rá. Nézd! Lejvesz! Megnézzük ezt. Ez nagyobb, az ilyen pici, az ilyen bébiknek való. No, not that one. That's too small for you. This one, see? Látod, ez nagyobb. Ez egy ilyen lányos. Nem sok a választék itt. Múltkor láttunk egy szép zöldet. Úgy nézett ki, mint egy rossz motor. Ugye? Azt mondtad, azt akarod a születésnapodra. Ez ilyen, látod? Mit találtunk? Ilyen zseblámpát képzeled, ilyen legósat. Van neki otthon ilyen hasonló. Csak nem a Superman van ráírva, hanem nem is tudom, nincs ez semmi, csak sima Lego ember. Aztán van itt ilyen nagyobba is, ilyen nagyobb Batman. Oda néz. Le van árazva $25, ez a nagyobb. Ez a pici meg 10-ről $5. Mit csinálsz? Mi van odaírva? Nézd, $10 van odaírva. Előtte meg 15 volt, utána 10 volt, most meg már csak $5. Látszik, nem kell senkinek. Gyere, menjünk. Van is sok ilyen nagy fejű. Ők lesznek a kedvencei. Ő gyűjti őket. Ugye? Gyere! Ja, de nem tudod levenni a maszkot, ez nem olyan rendes Lego. Ez csak ilyen kulcstartó, meg egy lámpa. Nagy kán. Játékokkal végeztünk, hogy most kivegyünk oda a külső részére. Aztán megyünk a másik boltba, jó? Mit szólsz hozzá? Megnézzük ott is, nem hiszem, hogy a kamerákat, hanem a valószínűleg játékokat nézzük megint meg. Ugye a napon elég meleg van. Nem, még nem megyünk haza. Majd hamarosan, jó? Ja, megnézzük a mamát meg a papát később. Én azt mondom, hogy a napon így meleg van, hogyha süt így a nap, meg rajtad a hosszú, hogy egy szkeled a Davis-t a 20 kilójával. Egy kicsit ki lehet melegedni. Ugye, nyuszkusz? Akarsz egyet gyalogolni, vagy egy kicsit később? Elfáradtad a lábad? Sorry. Ma nem neki megyünk mindenkinek. Nézd, ott ez a híd. Ott lehet pancsolni. Csak nem most. Ja, nem megyünk most bele a vízbe. Hogy nem lehet bent fürteni. Most bele tudod rakni a kezdel ezt, megnézni milyen hideg a víz vagy a lábodat. Mi? Majd nyáron. Úgyhogy most visszabe megyünk. Amíg keresünk legós, Spider-Man-es legót, vagy Batman-es, de csak ilyen figurákat. Ja, de nem. Okay. Ilyen, csak ilyen figurákat keresünk, van ilyen Lego figura, semmi más. Csak olyat nagyon nem lehet találni sehol, eddig még soha nem láttam. Hogyha ugye figurákat árulnának, ilyen Lego figurákat. Mindenhol jön a Legóval, nincs a Davis, csak össze szereti rakni őket a figurát, szétszedni a fejét, a haját. Ugye? De azért keresünk ilyen figurákat valahol. Hazaértünk el, közben lementünk a nap, bementünk a szóval, mert ezzel felvettük a Lucas-t, aki
Valahol itt van hátul. Megnéztem ugye ezeket a kamerákat, legalábbis az egyiket másikat nem tudtam megnézni, de utána gondolkodtam, hogy van ilyen stabilizáció, ugye, amire rárakod ilyen tripod vagy valamire, és ami így mozgatod, tehát kistabilizálja, csak az a baj, ezek a stabilizációk ugye, hogy ne remegjen a kamera, nagyok, én szerintem, nem hiszem, hogy van ilyen kisebb valamilyen, amivel lehet fogni, bár ha gondoljátok, írjátok meg a videó le, hogyha van, akkor hol lehet ilyet kapni, ilyen kisebb valamit, ugye rárakod és lehet így forgatni, de nem tudom, de akkor se fér bele ugye a zsebembe. Na ugye, ma meglátjuk, hogy utána nézek, jobban neki, hát ha nem tudom, vagy valami másfajta kamera. Végül is ugye, ahogy mondtam, hogy a Sony-t szeretnék vásárolni, de nem tudom. Na, minden, ma meglátjuk. Mit csinálsz? You wanna play Xbox. Jól van, na. Bekapcsoljuk az Xboxot, és mindjárt bejön. Amúgy többen eltaláltátok, ugye, na, kérdeztem a tap videóban, hogy szerintetek hova megyünk mi nyaralni, csak közben állítom ugye a tévét, és itt az Xbox. És többen mondták, hogy Amerikában ugye már többször mondtam, hogy oda fogunk menni nyaralni, amint a Davis ugye annyi idős lesz. De mit csinálsz, Nyuszi? Úgyhogy sokan tudtátok, eltaláltátok. Írtátok, hogy ti hova mentek, ugye sokan mondták, hogy a Balatonra. Én is elmennék a Balatonra, komolyan mondom, elmennék szívesen a Balatonra egyet nyaralni. Ugye régen szoktunk menni Balatonra nyaralni, amikor még Magyarországgal laktunk. És volt ugye, hogy sátorra szoktunk menni, meg hasonló. És közben bejött oda a feleségem, és valamit akart mondani. Na minden? Tehát sátorra szoktunk menni, vagy hasonló ilyen lakókocsival, vagy nem lakókocsi, vagy az? Ilyen lakó, sátras utánfutóval, vagy? Ja, olyannal is, hogy már volt, hogy mentünk. Olyannal is fogunk menni, tehát kérdeztétek, hogy nem megyünk ugye Magyarországra, mert megyünk Magyarországra, idén biztos, hogy nem. Jövőre nem tudom, lehet, hogy jövőre elmegyünk Magyarországra, hogyha nem, akkor lehet, hogy jövő után, de biztos, hogy el fogunk ugye menni majd Magyarországra, hogy mikor, azt még nem tudom, nem a jövőben biztos. Alright, na mivel játszunk? Marvel-val, mi mással is ugye? Marvel, mindig a Marvel-val játszunk. Marvel. Ja, azzal, ez nem a legósabb, ugye, azt hiszem. Aztán ezt a mai videót én most lassan befejezem. Amit akartam amit még mondani, hogyha valaki ott vagyik Los Angelesben és nézi a videókat, nyugodtan írjátok meg, vagy írjad meg, és ha gondolod, akkor találkozhatunk, hogy összefuthatunk. Bár én azt mondom, hogy Los Angelesből senki nem nézi a videót, vagy San Diego, vagy hol fogunk még menni, vagy ezen a környéken ugye. De hogyha véletlen mégis valaki ott lakik, akkor ide a videó alá. Nyugodtan írjátok meg, és összefuthatunk. Hogyha gondoljátok, vagy gondolod. Hát, na minden, ha meglátjuk. Úgyhogy mára ennyit mindenkinek további szép napot, hogyha napot csinálják. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!